Jól érzi magát a takin család legújabb jövevénye. A márciusban született utód pár órával a születése után már lábra is állt. A park takin bikája Németországból érkezett az európai törzskönyvi program keretében. A két nőstény eddig egy francia országi állatkertben élt. A faj igazi ritkaságnak számít a takinoknak összesen 400 egyede él Európa és a világ állatparkjaiban. A gyakori állatkerti előfordulásuk ellenére sokan magát az állatfajt sem ismerik. Aki ellátogat a Nyíregyházi állatparkba és eljön a Takin kifutó mellett, általában ezeket az állatokat marháza vagy bölényezi, valójában ezek ázsiában élő vadkecskeformák. Négy alfajuk is van, a Nyíregyházi állatpark Mismitakinokat tart. 2009 ben érkezett ide a Hím, és 2014-ben két ö, feleség érkezett hozzá, és most pedig 220 napi vemhesség után világra jött az ország első Takin bébie. A takinok a Himalája keleti vidékén, India, Myanmar, Kína és Bután területén élnek. A Nyíregyházi Parkban látható Mishmi Takin, Indiában, Myanmar északi részén, illetve Tibet délkeleti részén és Kína Yunnan tartományának északnyugati területein őshonos. Becsült állományuk mindössze 3500 állat. A természetben a hegyvidéki élőhelyeket kedvelik, az erdős völgyek aljától és a bambuszligetektől egészen a sziklás havasi legelőkig elsősorban 1000 méter tengerszint feletti magasságtól. Az állatparkban a magas hegyi klímához hasonló kifutóban él a kibővült takint család. A kis ő, apróság eleint az első két hétben feküdt, de most már 3-4 hetes korában virgoncan mászkál a kifutójába, és mindenki valakivel csak lehet kötekszik, a csapatok ezt nagyon jól tolerálják. Jelenleg most olyan 9-10 kilogramnyi lehet, de majd ivaréret korában, mivel kisbikáról van szó, akár 350 kilogramos is lehet majd. A természetben csordákban élnek, amelyek zömmel, nőstényekből és ivaréretlen hímekből állnak. A felnőtt bikák többnyire magányos életmódot folytatnak. Mindig ugyanazon az útvonalon járnak a pihenő, ivó és táplálkozó helyek között, így idővel ösvényeket taposnak ki maguknak. Állományuk folyamatosan csökken az orvadászat és az erdőírtások miatt, ezért a Természetvédelmi Világszövetség sebezhetőként tartja számon, az Európai Állatkertek Szövetsége pedig törskönyvi program keretében szaporítja a ritka állatokat.